Már egyre közelebb vagy, észre fogod venni. Erdő. Eddig még semmilyen erdőről nem volt szó. Erdő, nem Erdő? Valaki mondott valamit? Erdő. Vagy csak megint a szinkron adja a nagyszerű hangulatát. Nem tudtam, elugrodik. Be voltak adva. Juggernaut. Itt már nagyon erősek ezek, amúgy. Erdő! Szerintem erőd akart ez lenni. Az a fegyver kell nekem, ami ott van. Amivel most engem lelőttek. Nekem az a fegyver kell. Haha. Ez egy hihetetlen pusztító eszköz. Nagyon jól alakítottak a fordításba az erdőt. Hogy lehet erőddel keverni? Mai napig nem értem. Hogy a picsába jut el az embernek a tudatáig ilyen hülyeség? De a Fortress és a Wood között kurva nagy a különbség. Nem tudom, hogy lehet elfordítani így. Az angolt lefordítani nem olyan, hogy van egy papírlap, azt fogom, azt lefordítom, azt megvan. Nem, a nyelvtanira... Nyelvtanira érteni kéne hozzá, de nekem meg nyelvtanira érteni kéne az, hogy lövöldözzél már, bazd meg. Tökéletesen eltalált. Hát, igen. Ez természetes. Hát, nagyon ügyes. Nagyon ügyesen eltaláltak. Pótyű, pótyú, hol vagy ma? Gyere ide. Gyere ide. Úgy. Na, és akkor most adjunk rá a sorozat lövőre. Itt lesz az ideje egy kis főfogáshoz. Oké, amikor látod, fröccsen belőle. A toronyból kifröccsen egy mellé. Na most köpcsett. Anyád, te... Szalad felé, hát nagyon bátrak vagytok tik. Hogy halljak meg. Na szóval ez egy erő, és nem egy erdő. Vagy én vagyok ilyen süket most olyan. Honnan jön? Ó, figyeljétek. Akkor egy pusztító fegyver ez. Hihetetlen. Ez a szőnyeg bomba fegyver, amivel elpusztították a játék elején a térképet. Ojojojojojojojoj. Az inkább erőd, mint erdő amúgy. Hát nem. Hát inkább erőd. Hát nem tudom, mit védenek itt nagyon, egy gyárt. Egy gyárépület van itt, az cső, ennyi. Ja, itt meg be lehet jönni. Hát nagyon meg van védve. Én át lehet jönni. Na és akkor utána itt mit kell csinálni? Megesszük a kalapunkat, azt kell csinálni. Oh, F. Hot. Na, go, 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 go.
Ajajajajajaj, anyád. Szia. Igen, ha a pajzsod annyi van, akkor annyi a játékodnak is. Szóval 88-on van a pajzs. És ez nem jó. Ha 88-on van a pajzs. Főleg ilyen fegyverek ellen. Critical hit, de armort azt persze nem ad! Ne, nehogy már adjál, bazd meg armort, nehogy! Nehogy, pont arra lenne most szükségem, ne, nem ad, nem, mindegy, felejtsd már el, hát nehogy már túléld! Ó, Isten, menj, hogy túléld! Ne is képzeld, hogy lehetsz ilyen követelődző, hogy armort akarsz. Nem szabad. Hát megtanít arra, hogy ne követelődzél. F6. De látod, ne, egyszerre három is. Egyik nem ad, egy is ad armort. Viszont ott lőnek. Viszont az energiát magad. Az is ad energiát. Hát jó, kedves meg minden, de nekem nem energia kell most. Mert energiám maxon vagyok. Plusz az is, hogy fel se tudok menni. De most nekem nagyon nem energiára van szükségem, nekem most a legjobb az lenne, ha kapnék egy kis armort. És nagyon lassan tudok ilyenkor csak válszorogni tudok, amikor alig van armor. Szóval ezt nagyon jól megcsinálták amúgy. Szóval... Jó, energiád elfogy, akkor is meghalsz. Meghalsz armorod is, de... Egyébként az armorra kell legjobban vigyázni, mert az jobban fogy, mint az energiá. Já, hogy az energiával csak 1000 lehet, vagy 2000-re, hogyha felveszi az ember azt egy szumót. Na, egyben már 64. És ki is vettem. Hol? Pont jókor. Csak nekem nincs izé. És még mindig baszik adni. Oké. Amúgy felkaptam a jó fegyvert. Hol vagytok? Ott az armor. Ajajajaj, nem jó ilyen kevés armornál. Ennyire szaladgálni? Ott egy armor, úristen, meghallgatták imáimat. Most lemegyek, azt jön egy rakétás. Ebből kicsinálna amúgy. Nincs armorod. Ojja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 j
Jajajajaj. Te valakit hagyta. De tök jó ez, ami... Ahogy annyira jól illik ez a miniatűrvilág most így szemed. Annyira nagyon jó. Kis aranyos. Miniatűr. Oké. Nem mondom meg ezt. Anyádat! Energia és 218 armor. Há, beszarás! De adjon már armort! Armort! Logopédust is adjál már még hozzá. Azt hiszem megtaláltam. Azt hiszem megtaláltam. Kurva anyád, hogy te ennyit tudsz lőni ebbe. Ne. Hú, de furcsa, hogy nem dőlök mögöttem. Mondjuk neki a bájuk el előre. De ez eltalált! Az utolsó! Jaj, de ügyes! Nem, inkább valami hasznos a fegyvert.
Na, próbáljuk ezzel. Hol lesz, hol lesz? Oké. Te meg... Te meg... Nem igaz. Hát nem igaz. Hát nem igaz, bazd meg. Jó, esél össze. Akkor azokat az ellenségeket, akiket te kinyírtál, azok összeesnek. Jaj, de jó, hogy megdöglöttél. Jaj, de jó. A hulla vagy, az jó. Ó. Hoppá. Ez meg jó. Hát nem baj, megküldöm ezekkel őket. Az is valami. Azt hiszem megtaláltam. Be tudsz jutni? Megpróbálhatom. Megpróbálhatjuk. Megpróbálhatjuk, az... Az addig rendben van. De kivitelezni már nem biztos. Elég hülyék ezek az árnyékok amúgy. Hülyék az árnyékok tényleg amúgy. F6. Váltsuk fegyvert. Van, nagyon jó. Oj, jó az. Ezzel megint megpróbálkozhatunk. Azt hiszem megtaláltam. Nem, ne is nézzünk ki szerintem. Az a legjobb. Aha. Én azt mondom, hogy hívnak. Jaj. Azt hiszem megtaláltam. Jaj, gyerekek. Jaj. Bakker, hogy van már? Na, egy pillanat. Megint. Hív a kötelesség. Aj. Jó, gyerek. Mit fogunk itten csinálni? Most ki akarom gondolni, hogy kéne lelőni? Hogy is kéne? El, hogy ne dögöljek meg. Azt tuti, hogy nem szabad kimászni, az biztos. De... Azon kívül fingom nincs. Hogy kéne? Azt hiszem megtaláltam. Megpróbálhatom. Megpróbálhatjuk, talán. Az fent ott ki van nyírva. Akkor... Anyád, takarodjál! Úgy, egy meg... Fudge! 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 Az előbb... Semmilyen van! Azt hiszem megtaláltam. Bazd meg! Bazd meg a kurva anyádat! Azt hiszem megtaláltam. Nem, ők is megdurran. Hát akkor még egy... Módszer? Azt hiszem megtaláltam. Megpróbálhatom. Remélem is sikerült valamit csinálni. Alakítni. Aj, bazd meg. Na? De a kurva Isten szájba kúráljon! De gyűlölöm ezeket a fegyvereseket. Rohadtul! Quick save. Jaj. Na most mi volt különb? Most mi volt különb? Ha? Tank, az úgy csinál semmit. Húzi tank, itt is itt van.
Ezoktól a fegyverét úgyse tudom elszedni. Nagyszerű. Adjál be a töltényt. Mindig csak egyet ott. Kettő van most már így. Takod. Ne mögé lőjen, hanem őt. Úgy. Ott fogom így harcolni. Bent vagyok. Jó, keresd meg a központi. Na ez is erőd. Az a templomba vezet. Köszönöm 2400. A templomba. Udé. Okosak itten. Sogó Ripityára tört két szakasz ikari vadász. Ők támadják a Leviátánt. Elbánunk velük, csak találd meg Gabrielt. Egyre közelebb vagyok, érzem. Aggódom. Azt hiszem megleszek. Ez igazán nem volt szép tőled. Catherine, most tényleg koncentrálnom kell. Jó, ölesd csak meg magad, azt lesheted, hogy ez engem izzad. Ideje, hogy befejezzük. Te aztán pipa vagy. Na. Na. Végülis így is. Végülis így is kifagyhat. Megint ugyanúgy client malfunction application működése leállt. Szóval mindjárt átmegyek a másik képre. És folytatom tovább. Nos, miután ez a kisebb fennakadás megtörtént, így folytassuk tovább a B részt is. Végül is. Ahol tartottunk. Ja, és nem tölti be. Aha. Akkor a gyors mentéstől töltjük be a játékot, és megint le kell győznünk akkor Bakut. Jól tudom. Igen. Bemegyünk a templomba és legyőzzük Bakut. Sogó Ripityára tört két szakasz ikari vadász. Ők támadják a Leviátánt. Elbánunk velük, csak találd meg Gabrielt. Oké, megtaláljuk Gabrielt. Egyre közelebb vagyok, érzem. Aggódom. Azt hiszem megleszek. Ez igazán nem volt szép tőled. Catherine, most tényleg koncentrálnom kell. Jó, ölesd csak meg magad, azt lesheted, hogy ez engem izgat. Ideje, hogy befejezzük. Te aztán pipa vagy. Hamar meghalt. Szóval... Igen. Na. És betöltött. Úristen, nem nagyon szereti az XP-t. Sanjuro, Sogó egységek érkeznek délkelet felől. Ez egy csapda. Prima. Isten hozott test. Sörej magad. Ennek majd utána nézünk. Hogy is tudom legyen? Oh. Azt a kettőt kell kinyírni. Sanjuro, Sogó egységek érkeznek délkelet felől. Ez egy csapda. Prima. Ez a játéknak a vége. Ez a szakaszon, csak azt a szart kell szívni. Ennek majd utána nézünk. Amíg nem állsz elég.
Jó, most már nem kell levadásznom. Oké, elvileg. Elvileg most sikerült valami. Kezdjük előről. Na ne! Sanjuro, sobó egységek érkeznek délkelet felől. Ez egy csapda. Ki kéne írni már ezt a rohadt tetves mocskos kurva, rohadt büdös Rio Ishikawát. Végre. Ennek majd utána nézünk. Nem kell levadásznom. Most már nem kell levadásznom, ez biztos. Hogy jönnek már? Új, sikávály. Toshiro, jól vagy? Mennünk kell Sanjuro, a Sogó flotta a nyomunkban van. Itt van Toshiro. Hogy van Toshiro? Persze, értem. Legalábbis egy olyan fazontól, aki az utóbbi időben főállásuk köcsökként engedte az... És mi van veled, felállás? Én? Hadd aludjak rá egyet, aztán kérdezd meg újra. Jó napot, parancsnok. A küldetés teljesítve. Várom az eligazítást. Vigyázz te kis hamis! Kotinász. Fertőzés alól fel tudtok szabadítani a testvérünket. Szóval... Ez a vége. És akkor ugyanúgy, megint ugyanez a vége, mint van. Szóval... Nincs ilyen rossz vége, egyedül mindig csak... Mit szólnál ahhoz a vörös karom? Ami az ő számára, parancsnok, ön szolgálatban szóval van. Szóval semmi más nem lehetszik a játék, de is... Történetileg nem rossz játék. Ahhoz képest, hogy animből lett csinálva, nem rossz. De annyira gyatra hibák vannak benne, hogy az hihetetlen. Például ez a shotgunos és a sarok, valami hihetetlen. Kimész a sarkon és egyből bum, le vagy lőve. Hát és hogy? Miért? Nem értem, szóval... Fingom nincs. Ez a kifogyási probléma az meg nem a játék hibája arról. Na csak annyi a lényeg, hogy öreg, na. De a gogosok azt elbaszták. Ilyet nem kellett volna... Nem lehet volna szabad ezt csinálniuk, hiszen... Maga... A gogosok azt csinálják, hogy Windows 7, meg 8, meg Vista, meg Apple fasza elkövetkező operációs rendszereken rendesen fusson a játék. Nem, erre átportolják ezt a hibát. Hát, szégyeljék magukat. Akkor utána... A hiba az nagyon nehéz. Hiába, hogy normálon játszott, kurva nehéz. És hát olyan hibákkal is, mint a mesterséges intelligencia békösegge alatt. Az inkább csak a javadat szolgálja a legjobban, főleg itt azikor izével küzdesz. Rióval, meg a többiekkel, meg Toshiroval. Amíg te nem mész elé, addig Toshiro nagy ívben leszarja, hogy te mit csinálsz. Szóval... Ennyiben sokkal jobb. Na. Igen.
Meg annó, amit mondtam, hogy tényleg egy jó motor volt ez, főleg ezekkel a vérfröccsökkel együtt. Ez egy nagyon is szép motornak számított akkoriban, játékmotornak szóval. De annyira sok bug van benne, hogy hihetetlen. Hihetetlen, de attól függetlenül játék élményileg egy jó játék, mert jó története van, meg minden, csak ilyen kis szarok miatt elbaszták az egészet. Nem is mondtam, hogy ez egy relatíve hibamentes játék, de annyira megéri azt, hogy ajánlja, mert nem rossz játék, csak sok a hiba benne. Szerintem egy nagyon nagyszerű játék, és tényleg ajánlom mindenkinek, ha játszatok, főleg olyanoknak, akiket nem basz fel az ilyen kis szarhibák, hogy lelőnek a sarokról, vagy bármi, de igen, azt aláírom, hogy hamar meg lehet benne halni, de ha folyamatosan mented, quick save-el, meg quick loading-olod, akkor meg tudja az ember csinálni. Nos hát, én úgy DRP voltam, ezt a játékot is kivittük, mindenkinek ajánlom, akinek csak lehet, és aki szereti az ilyen játékokat, főleg a retro stílusban. Majd érkezik a következő végigjátszás bemutató. Hamarosan. Addig is. Sziasztok, legyetek jók!